Ez az Esztergál Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ honlapja. Az intézmény a családok, a gyermekeket segíti. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás. Így Pécsről és a környező 38 kistelepülésről fogadja az ellátásra szorulókat. Ez a feladat most veszélybe került, mivel Pécs önkormányzata pénzt vett ki a társulás számlájáról. Kistelepülési polgármesterek aggályukat fejezték ki, és az agglomerációs társulás elnöke maga is, mert hogy a gesztor nagy önkormányzat Pécs megye jogú város inkasszózta a társulás számláját. Ez azt jelenti, hogy több mint 405 millió forintot elvontunk a társulástól. Ezt ezek a polgármesterek Pécs kivételével sérelmezik, mi több jogszerűtlennek tartják. Én feltettem a kérdést a polgármester úrnak, hogy ki adott erre utasítást. Tudott-e erről a városvezető, és nem befolyásolja-e hátrányosan a társulás által üzemeltetett intézmények működését, köztük az Esztergár családsegítő központot is. Ezeket kérdezte a frakcióvezető asszony még a június 20-ai közgyűlésen. A polgármester írásban adott választ, amit most közölt az önkormányzat honlapja. Azt írják, az önkormányzat több alkalommal is jelezte korábban a társulás vezetőjének, hogy a társulással kötött szerződés alapján elszámolást kezdeményeznek. A társulás az elszámolásra többszöri egyeztetést követően sem volt hajlandó, ezért a pécsi önkormányzat a hatályos jogszabályok alapján május végén érvényesítette követelését. Az önkormányzat így tudta teljesíteni az árszámadás és a magyar államkincstár felé esedékes beszámoló leadására vonatkozó határidőket. Ezzel biztosították, hogy a társulás által fenntartott intézmények állami normatívája továbbra is megérkezzen, és azok működése ne kerüljön veszélybe. Hozzátették még, a pécsi városvezetés az ügyben képviselői esküjéhez híven a pécsi közösség érdekeit szem előtt tartva járt el, ugyanerre, vagyis a pécsiek érdekeinek képviseletére bátorítják a képviselőasszonyt is.